minden évben megtartjuk a rendőrnapot, minden évben megtartjuk a határőrnapot. A rendőrnapot általában itt Nagykanizsán a Mindenki sportpályáján, áprilisban már jó idő van, kinn a szabadba felszabadultan lehet sportolni. Tavaly például a Nagykanizsai rendőrkapitányság kihozta a mobil kerékpáros kresszpályát, és hát a nyugdíjasaink kellő komolysággal, de tréfásan hozzáállva teljesítették ezt a kresszpályát. Elbohóckodtunk magyarul. Közben főztünk egy nagy adag gulyást, ami jó ízűen elfogyott. Nagyon jó beszélgetéseket folytatunk le. Jelen szokott lenni az aktív állomány is. Általában úgy időzítjük a rendőrnapot, amikor a Mindenki sportpályáján az aktív állomány fizikai felmérést hajt végre, és akkor csatlakoznak hozzánk. Kispályás labdarúgás, aktívak, nyugdíjasok egymás ellen, nagyon jól szokott sikerülni. A másik nagyobb rendezvényünk a határőrnap, amit Letenyén szoktunk megrendezni. Letenyén van egy volt határőr objektum, egy volt határőr őrs, aminek az udvarában van egy hősi emlékmű, a hősi halált halt határőröknek az emlékműve, amit ünnepélyes keretek között meg szoktunk koszorúzni. Aztán szokás szerint társalgás, főzés, műsort is szoktunk szervezni erre a napra. Nagy segítség Letenyén a művészeti iskola. Jönnek a fiúk, lányok táncolni, modern tánc, latin tánc, mindent előadnak, amit tudnak, és a nyugdíjasok ezt nagyon értékelik. Mazsorettek lépnek föl. Amióta egyesületünk tagja, az egyik volt határőr kollega, aki a Pántlika néptánc csoportnak vezető tagja, ő hozza a Pántlika néptánc csoportot. És olyan hangulatot varázsolt a határőrnapra, hogy mindenki ment a színpadra táncolni. Hát nagyszerűen sikerült a tavalyi határőrnap. Novemberben szoktuk még megtartani a harmadik legnagyobb rendezvényünket, a Szent Márton napot. Ezt lentibe egy kollégánknak a kis éttermébe, lenti hegyi Márton pincébe, stílszerűen Márton pincébe tartjuk a Márton napot. Nagyon sokan el szoktak jönni, sokszor már nem elég a legnagyobb busz, amit bérelni kell, annyian jelentkeznek, és nagyon aktív a részvétel, jól érezzük magunkat, és gyakorlatilag teljesítjük azokat az előírásokat, ami az alapszabályunkban benne van. Tartalmat öntünk a nyugdíjas években. Ugyanezen rendezvények mellett részt veszünk Nagykanizsaváros városi, meg az idősügyi tanács által szervezett rendezvényekben, idősek hete programsorozatban, rendszeresen a Majálisban ott vagyunk aktívan, valamint az Alamegyei Rendőrfőkapitányságot képviselve minden évben elmegyünk Budapestre is egy csapattal, ahol idősek részére, illetve minden generáció részére így október végén szoktak rendezvényt tartani a Vágóhíd utcai sporttelepen. Onnan háromszor, kétszer hoztunk el véglegesen kupát a sportversenyen, úgyhogy kitett magáért minden esetben a nyugdíjas egyesületünk. Ugyanezek a programok várhatók a klub életében 2020-ban is? Természetesen, és ugye itt még nem is említettem, hogy augusztus, július és augusztus kivételével minden hónapban van klubforgalkozás, minden hónapban tartunk vezetőségi ülést, ahol az egyesületnek az életét, a munkáját megbeszéljük, irányítjuk, megtervezzük, hogy minden simán, gördülékenyen menjen.